Vasárnap merült el két gyerek a Tiszában. A 12 éves és 13 éves fiú mentésére kettőkor kapott értesítést a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület, akik a Felső Tiszavidéki és a Legott mentőcsoporttal, illetve a Csengeri vízi mentőkkel közösen próbálták megkeresni a fiatalokat. Néhányan Benk mellett egy úgynevezett szabadstrandon, tehát magyarul nem kijelölt fürdőhelyen, egy homokpadon fürdőztek, és a homokpadról lelépve, mi úgy szoktuk mondani, hogy elkottyantak, tehát onnantól kezdve egy nagyon mély vízbe kerültek, és mivel úszni nem tudtak, ezért a segítségükre kellett sietni, amit egy felnőtt megtett, de ő sem tudta őket kihúzni már a vízből. Vasárnap búvár technikával és csónakkal is keresték a fiúkat, azonban eredménytelen volt a mentőcsapatok munkája. A Felső-Tiszavidéki egységek hétfőn is folytatták a munkát. Ha ők sem találják meg, a Legott mentőcsoport hullakereső kutyával keresi majd tovább a két fiút. Itt ezen a részen most nagyon nagy volt a sodrás. Általában egyébként, hogyha nincs ilyen nagy sodrás, akkor megközelítőleg a helyszínen megtaláljuk még az nap. Általában ebben a melegben két nap kell, mire feldobódik a test. Tehát, hogyha akkor sincs meg, akkor valahová be van akadva. Ilyenkor jön jól nagyon a kutya, ugye, hogy minél gyorsabban meg lehessen találni. A kutya a víz alatt is, tehát ez a kutya, a Legott mentőcsoport kutyája a víz alatt is érzi a halottaknak a szagát, és ezt így pontosan be lehet határolni. A mentőcsapat vezetője kiemelte, a szülők soha ne engedjék a kiskorú gyerekeket felügyelet nélkül a folyókhoz, főleg, ha nem tudnak úszni. A Tisza homokpadjainál pedig még a jó úszók is óvatosan tartózkodjanak, ugyanis azok néhány lépés után akár 5 méter mélyre is süllyedhetnek, és így veszélyessé válnak.